Ha összegezni szeretném a mai sajtótájékoztató lényegét, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy tisztességtelen kormányzás, tisztességtelen kormány. Hiszen lehet egy kormány tisztességes, hogyha tisztességtelen eszközökkel, tisztességtelen szándékkal sújt le azokra, akik felmerik emelni a hangjukat, akik érdekeik és korábban törvényben rögzített jogosultságaikat féltve az utcára mennek, azért, hogy követeljék jogosulásukat. Ez a jogállam végét jelenti. Így is jellemezhetnénk a Fidesz kormány törekvéseit és az Orbán kormány céljait. Ha még erősebben kívánnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy a Fidesz új diktatúrát épít, amelyben nincs helye az ellentmondásnak, nincs helye a másképp gondolkodóknak, és mindenki, aki nem illik bele a Fidesz katujába, aki nem úgy akar élni, dolgozni, munkába járni, házasságot kötni, otthon teremteni és gyermeket vállalni, vagy éppen nyugdíjba menni, ahogy a Fidesz azt megálmodta, az társadalmon kívüli, ezt meg kell bélyegezni, és lehetőleg ki kell rekeszteni. Erről szólt a sajtószabadság felszámolásáról, az új alkotmányig, az új alaptörvényig, az új tákolmányig terjedő spektrum. A munkajogok eltörlése, a szociális jogok csökkentése és a sorozatos demokrácia ellenes visszamenőleges jogalkotás. A Fidesz Magyarországán nem állampolgárok, hanem alattvalók élnek. A Fidesz Magyarországa nem köztársaság, hanem diktatúra, amely éppen az önkormányzati törvény szándékai szerint egy hortista tanácsi rendszert kíván visszahozni. Ebbe a folyamatba illeszkedik az úgymond korhatár előtti nyugdíjazás kérdése is. Tiszta kép, a jogaikért és a korábban tett ígéretek betartásáért tüntettek a rendőrök, a tűzoltók, a rendvédelmisek. Cserébe az állam egyeztetés nélkül felszámolja jogosultságaikat, amit egy élet kemény munkájával, sokkal keményebb megterhelés mellett, sok esetben egészségkárosodás mellett bekövetkezésével szereznek, sőt visszamenőleg törlik a korábban nyugdíjba vonultak, mentek nyugdíját, és visszaküldik őket az utcára. Ugye ebbe illeszkedik az a konkrét kijelentés, amelyet korábban 2006-ban Demeter Ervin, Lázár János és Soltész Miklós tettek, akik akkor minden létező eszközzel felszólalásaikban a korkedvezményes nyugdíj megtartása mellett törtek pálcát. Amivel egyetértünk. Egyetértünk azzal, hogy a visszaéléseket fel kell számolni. Egyetértünk azzal, hogy akik nem jogosultak az idő előtti nyugdíjazásra, ők ebből a járandóságból kerüljenek vissza a munka világába. Viszont nem értünk egyet azzal, és ez a fideszes politikai folyamatnak talán az egyik legikesebb bizonyítéka, hogy előbb van meg a végeredmény, előbb van meg az ítélet, mint az egészségügyi felülvizsgálat. Előbb jelenti ki Navracsics Tibor, Lázár János, hogy nagyjából 150-200 000 embert akarnak megfosztani szerzett jogaiktól, és csak később fogják meghatározni ennek a képletét. Később fogják felülvizsgálni az egészségügyi alkalmasságot, később fogják megállapítani, hogy milyen módszertannal küldjék vissza a munkanélküliség világába azokat, akik egyébként ma nyugdíjra jogosultak. Hiszen a kormány semmilyen garanciát nem tud nyújtani arra, hogy mondjuk egy 50%-os rokkant hogyan fog tudni elhelyezkedni a munka világába. Éppen a héten az országos szervezetük jelezte, hogy egy negyed tüdővel gyakorlatilag minden létező egészségkárosodással, krónikus csontritkulásban szenvedő beteget, most éppen néhány napja 50%-nál magasabb munkaképességűnek ítéltek meg, noha szegény ember erre biztos, hogy teljességgel alkalmatlan. Ennek a legfőbb kárvallottjai az a 600 000 nyugdíjas, a teljes nyugdíjas rétegen belül, akik valamilyen módon a járandóságukat elveszítik a következő időszakban. Ebből ismétlem, mintegy 200 000-et val be a Fidesz, a szándék ennél jóval nagyobb. A rendvédelmisek ebben az aspektusban egy nagyon, nagyon komoly
nagyon komoly réteget képviselnek. Akár a bányászok, akár a rendvédelmi dolgozók, akik vállalták a pályájuk elején, hogy akár egészségkárosodást is elszenvednek, és ezért cserébe az a juttatás illeti meg őket, hogy korábban mehetnek nyugdíjba, ez egy tisztességtelen eljárás, hiszen a két szerződő fél közül az egyik, jelen esetben a Fidesz kormány az állam nevében, meg akar szüntetni olyan jogosultságokat, amire korábban váltak egy előzetes szerződés alapján jogosultá. Ez egyébként érintheti az egy évvel ezelőtti fideszes ígéret szerint, ugye 40 éves munkaviszonyt szerzett nők nyugdíját is, hiszen a törvény szó szerinti szövegében ők is elveszíthetik az éppen frissen megszerzett új nyugdíjukat. Csak hogy lássuk, hogy hány embert jelen veszélyeztet ez csak Budapesten. Ugye a Lázár János mellébeszélésével szemben az igazság az, hogy a jelenleg benyújtott törvénytervezet minden 62 év alatti valamilyen jogosultságot szerzett nyugdíjast érint. Hogy ezt majd hogyan korrigálják, ma még nem tudjuk. Érinti az öregségi nyugdíjasokat, a rokkantnyugdíjasokat, a baleseti rokkantokat, a korábbi bányászokat, tűzoltókat, rendőröket, határőröket, a büntetés végrehajtásban dolgozókat, sugárveszélyben, vegyiparban munkát végzőket. A beadvány szó szerint értelmezésével akár az árvasági ellátást, a 62 év alatti a közvegyi ellátásit is meg lehetne vonni az alkotmánymódosítás után. Azt még nem állítjuk, hogy ez konkrét terv, de vagy hogy eldöntött terv lenne, de hogy a Fidesz hatalomgyakorlásába az bőven belefér, azt gondolom, hogy nem vitatja senki. És ez a javaslat, az új törvény, tehát nem néhány ezer embert érint, ezt én magam fültanúként hallhattam Navracsis Tibortól, aki maga is 150-200-re becsült az érintettek körét. Csak Budapesten 85 ezer embert érint közvetlenül ez a változás, akiknek nagyjából a 40%-a rokkantsági nyugdíjból, ez 35 ezer főt jelent. Egészségkárosodás következtében nem tud munkát vállalni. 60%-uk pedig korai nyugdíjazásban részesült, ez kb. 50 ezer fő, ebből 1800 fő bányaszolgálat és korengedmény következtében. A fővárosban összesen mintegy 130 ezer főt érint a tervezet. Ezen felül ugye a tűzoltókat, a rendőröket, ahogy az előbb felsoroltakat érinti, úgy, hogy a kockázatvállalásokat eddig elismerte a közösség. Csak a BRFK állománya 6 ezer fő körül mozog, a fővárosi tűzoltásban 1700-an dolgoznak, és számos országos hatáskörű rendvédelmi szerv budapesti állománya is érintett ebben az intézkedésben. Nem számíthatnak az országra a jövőben és a közösségre azok sem, akik a jövőben kerülnek olyan helyzetbe, hogy rokkantsági ellátásra szorulnak, majd mert váratlan baleset éri őket, vagy valamilyen előre nem látható betegség. Ez, ha összegezni kell, ez embertelen pénzbehajtás, bosszú és nem reform. Az MSZP kormány jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy a visszaéléseket, tehát a potyautasokat kiszűrje. Az ilyen irányú elképzeléseit a jelenlegi kormánynak is támogatni tudnánk. De ez nem szólhat a tisztességtelen haszonszerzésről. Nem szólhat arról, hogy erőre meghatározzuk, hogy hány 10 milliárd forintot akarunk megtakarítani, majd utána ehhez kitaláljuk a képletet. Legyen annak bármi az ára. Legyen ennek a következménye akár az, hogy több tízezer ember kerül a munkavilágába úgy, hogy a munkavilágában nem tudnak számukra megélhetést biztosítani. Jelentheti ez azt, hogy több tízezer ember munkanélkül, szociális ellátások nélkül, akár konkrét az éhhalál szélére kerülhet. Akár konkrétan elveszítheti a lakhatását, és családok, egzisztenciák, otthonok mehetnek tönkre. Ez a tisztességtelen kormányzás, amely tisztességtelen kormányzást a logikájából következtében csak egy tisztességtelen kormány végezhet. Éppen ezért felszólítjuk a kormányt, hogy álljon meg, számolja fel az eddig tett tesztelen lépéseket, forduljon vissza, és végezze úgy a munkáját, hogy
a becsülettel dolgozók érdekeit is figyelembe veszi, és üljön le a tárgyalóasztalhoz végre, mert a legfelháborítóbb ebbe az egész folyamatba, hogy az érintettekkel, az érintettek érdekképviseletei szervezetekkel, például az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal egyeztetéseket sem folytat a kormány. Diktátumok útján irányítják az országot, diktátumok útján verik szét a jogrendet, a demokráciát és az emberek mindennapi létbiztonságát. Ez a legfontosabb kérdés, amiben kérjük, és kérjük a kormány, mi a helyes kifejezés, kérjük a kormány meghátrálását, kérjük a kormány bölcs belátását, hogy ez az út járhatatlan, mert nem lehet több tízezer ember testén keresztül gázolva irányítani egy országot. Köszönöm szépen!